A Nemzeti Tehetségprogram keretében Gyertyalánk című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP-OTKP-18-00083 pályázati azonosító számon szereplő Gyertyaláng elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 637 000 forint. A pályázati programban az óvoda Szivárvány zenei tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel Péter Lászlóné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja szülővárosunk épített kulturális értékei mellett a helyi népi kismesterségek, a vidékhez kötődő néprajzi mozaikok megismertetése, ehhez tartalmilag kapcsolódó zenei anyagok, változatos zenei képességfejlesztési lehetőségek összekapcsolása. A ritmus és dallam összefűzésével, változatos mozgásformák hozzákapcsolásával közösségformáló élményhatás megvalósítása, a zenei képességek, készségek összehangolása más fejlődési terület készségeivel, képességeivel, városunk értékeinek felfedezése, amelyeket a tudás lángjával, gyertyalánggal jelöltünk. Az ünnepekre való ráhangolódást élményére épülő műhelyfoglalkozásokon valósítottuk meg. Az autentikus cigányzenei világ beépült a műhely munkába, melyet térségi szinten mutattunk be a Karcag és Térséget Tehetségsegítő Tanács szakmai fórumán 2019. március 27-én. Élményszerző és lazító programokon gazdagítottuk a projektet, ellátogattunk a Városházára az Én szülővárosom, a Nagykunság fővárosa Karcag című program keretében, lovaskocsival kirándultunk a Kunlovardába, ahol őshonos állatokkal, gondozásukkal ismerkedhettünk meg. A Györfi István Nagykun Múzeum a Kunok öröksége című kiállítás 6 kiállító termének anyagát dolgoztuk fel a zenei tehetséggondozásra fókuszálva, minden terem kiállított anyagához tartalmilag, témailag kapcsolódó zenei anyaggal, zenei képességfejlesztéssel valósult meg a műhely munka. Karácsonyi ünnepekre való érzelmi ráhangolódást segítő élmény volt a Karcagi Református Nagy Templom és a Szent Pál Marista Általános Iskola passiójátékának megtekintése.